Kedves nézőink, most látogassunk el a konyhába, ahol ízletes ételek elkészítését mutatjuk meg önöknek. Próbálják ki bátran a recepteket. Üdvözöljük a kedves nézőket! Ma egy mézes körtekrémlevest fogunk készíteni. Neki is látunk. Fogunk egy lábost, és ebbe először is egy kevés mézet csurgatunk. Egy kicsit karamellizáljuk, majd a körtének a háromnegyed részét hozzáadjuk. Közben el fogjuk készíteni a fűszer kivonatot hozzá, ami áll szegfűszekből, fahéjból, narancs és citrom héja, és gyömbér, reszelt gyömbér. Ezt elöntjük egy kevés vízzel, és jól kiforraljuk. Közben párolódik a körte, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, egy csipet sót, és ezt addig pároljuk, míg puha nem lesz. Néhány percen belül a körténk megpuhult, és a fűszerkivonat is kifort, ezért hozzáadjuk a fűszerkivonat, beleszűrjük. Puha a körténk, leturmixoljuk. A körtét leturmixoltuk, visszatettük a tűzhelyre, és közben a vanília pudingot a tejszínnel elkeverni csomómentesre. És ezzel fogjuk besülíteni a levesünket. A levest ráöntjük a pudingra, állandó keverés mellett. Visszatesszük a tűzhelyre. Kevés vizet adunk hozzá. És hozzáadjuk a maradék körtét. Még egy kis vizet adunk hozzá. Elkészült a levesünk, bekapcsoljuk a tűzhelyt, és
átesszük a hűtőbe, hogy hűljön le. Ilyen közép-melegre kellene hűteni, és utána pedig tároljuk. Kihűlt a levesünk, és most kitáloljuk az ételt. Csészébe merjük 3/4 részig a levest. Körtéből kis cikkeket vágunk. Amit tisztítésnek bele tudunk helyezni. Az ételünkbe, és egy citromfűvel díszítjük. A levesünk után elkészítjük a főételt, ami egy rozéra sült kacsamell lesz, vörös káposztával, hordó burgonyával. A kacsamellet deszkára helyezzük, szépen beírdaljuk, és vigyázzunk, hogy a húsba ne vágjunk bele. Egyforma kockára, de elfordítjuk. Sózzuk, borsózzuk. És forró serpenyőben a zsírjával lefelé, bőrével lefelé belehelyezik a serpenyőbe, ami szárazon van, és jól megpirítjuk. Ezt hagyjuk először egy 4 percig, hogy a zsírja kiengedjen, és egy pörzsanyag képződjön a bőrén. Nem szabad hozzányúlnunk, nem is szabad mozgatni, mert ha mozgatjuk, akkor ugye feltépjük a bőrét, és akkor nem lesz ilyen szép egyenletes. Ameddig ez sül, közben elkészítjük a salátánkat, ami hozzá van, hogy a káposzta saláta. Mi már előre legyalultuk a káposztát, és leforráztuk. Egy percig tettük forró vízbe, leszűrtük, utána jeges vízbe helyeztük. Utána hozzáadhatjuk a szeletelt narancsot. A durvára vágott diót. Mézet. És egy kis balzsamecetet. Sót. Kis tömény. Egy kis borsot. Ezt jól összeforgatjuk.
majd félretesszük. Kacsa még nem jó. Egy menet közben a hordó burgonyát is elkészíthetjük, ami burgonyát megtisztítottuk, mi már előre megtisztítottuk a burgonyát, és sós vízbe megfőztük. De előtte egy kis hordó alapokra formáztuk. Ugye meg kell próbálni, ugye ki kell faragni a burgonyát. A forró serpenyőben vajat olvasztunk. Petrezselyen zöldet adunk hozzá. Megfuttatjuk, és hozzáadjuk a burgonyát. A hordó burgonyánk elkészült. Elősütöttük a kacsa mellett, és ezután felsőbe helyezzük. Ráöntjük a kis zsírját. És 15 percig 140 fokon sütőbe helyezzük. Megsült a kacsahúsunk, és ugye elkészítettük hozzá a hordóburgonyát, elkészült a káposzta, a saláta, úgyhogy tálalhatunk. Fel kell szelnünk a kacsamelleget, szépen srégen. Először a köretet helyezzük a tára. Mellé a káposztát, narancsos. Posztát. És mellé helyezzük a kacsa szereteket. A zsírjával meglocsoljuk. Légy szíves egy kis petrezselyen zöldet, metélőhagymát hozzád.
paradicsomrózsával díszítjük. Jó étvágyat kívánunk! Jó estét kívánok! A karácsony közeledtével szeretnénk a kedves nézőknek ajánlani egy gyorsan elkészíthető, sütés nélküli, úgynevezett gyömbéres burok nevezető ünnepváros ütemi ívet segítségével. Hozzávaló darált háztartási keksz, porckor, margarin, kakaóbor, rum, cukrozott narancslé és őrölt gyömbér. Akkor neki sárgatunk a készítésének. Az erdélybe belemítjük a darált háztartási kekszet. Hozzáadjuk az ecitált porcukrunkat. Meg hozzáadjuk a margarint, kis darabokat csipkedve. Majd hozzáadjuk a kakaóporunkat, a rumot, a cukrozott narancsléját, és ízlés szerint az őrölt gyömbért. És egy napig dolgozunk csúrással. A ledolgozott tésztánkat rövid ideig a hűtőben pihentetjük. Vízben állt kézzel golyókat formálunk tésztában, körülbelül olyan kétekes golyókat. Az elkészült golyóinkat hogy polvasztott csokoládéban fogjuk mártani, és még termelés előtt a csoki alába fogjuk őket forgatni. A csokoládét miközben olvad, egy kicsi olajjal hidítjuk. Akkor most egy villa segítségével a golyóinkat belemártjuk a csokoládéba. Ma a csokoládét darába forgatjuk. És készült egy gyömbéres kekszgolyó, amelyik 8
csillag alakú tárcára tettünk fel a díszletet.